Ma páros zöldség lesz, sült csirke combbal és vajas burgonyával. Fő a krumpli és párolják a zöldséget a zombai konyhán. Eddig 450 főre főztek, az iskolák bezárása után már csak 130-150 főre készítenek napi szinten ebédet. A konyha vezetője azt mondta, hogy a legtöbb szülő otthon megoldja az étkezést, ezért rendelnek kevesebben. A konyhán egy felnőtt részére 800 forint körüli összegért rendelhető napi egy meleg ebéd. Ezt ennyiből otthon egy család nehezen tudja megoldani. Ott jártunkkor is többen telefonáltak és rendeltek másnapra ebédet. Zomba mellett Felső Nánára és Kétyre is szállítanak több idősnek ebédet. A településen a központi intézkedésekkel azonosokat hoztak, mondta Szűcs Sándor, Zomba polgármestere, így lassítva a koronavírus terjedését. Az óvoda, ami viszont önkormányzati fenntartás alatt van, itt nem zártuk be az óvodát, hiszen kis csoportos foglalkozáson, amit tulajdonképpen engedélyezett itt a központi rendszer is, ezt tartjuk. De a szülők nagy része döntött az otthonmaradás mellett, így az 50-nél is több óvodás helyett csupán 10 jelentek meg, míg Felsőnánán csupán egy gyerek jelent meg az óvodában, akit ezután szülei haza is vittek. A buszmegállóknál, az orvosi rendelőknél és még számos látogatott helyen ki vannak függesztve a legfontosabb információk Kétyen, hogy a helyi lakosokat tájékoztassák a jelenlegi helyzetről, és hogy a koronavírus terjedését lassítsák. A polgármester szerint már a központi intézkedések előtt tettek helyi szinten lépéseket. Az első óvintézkedés részemről az az volt, hogy amikor a velencei karneváról hazajött egy lakónk, aki mindjárt karanténba is vonult, akkor mi készfertőtlenítőket szereltünk föl, ilyen adagolós pumpásokat az óvodába, illetve az orvosi rendelőbe. Mindezek az óvintézkedések az idősebb korosztály védelmét is szolgálják. A polgármester szerint így is nehéz az idősebb korosztálya megértetni, hogy az otthon maradás lényeges. Kétyen továbbá használt számítógépek megvásárlására pályáztak nemrég. Mivel időn belül leadták a pályázatokat, a polgármester szerint akár egy-két héten belül tudnak is segíteni a tanulásban ezekkel a számítógépekkel a gyerekeknek, akiknek erre nincs otthon lehetőségük. Üres játszóterek, az utcán kevés ember sétál. Az üzletekbe és gyógyszertárakba is korlátozott létszámba lehet bemenni. Medinán is az idősek otthonmaradását célzó intézkedéseket hoztak. Ilyen például, hogy a fiatalabb hozzátartozókat kérik meg, vásároljanak be szüleiknek, nagyszüleiknek. Nekünk az orvosi rendelőnk egyben gyógyszertár is, és Erika, aki a doktor úr asszisztense, ő folyamatosan itt van a munkaidejében, így ő hívható telefonon is, és le lehet adni a gyógyszerrendeléseket, amit akár mi is ki tudunk juttatni önkormányzati segítséggel, vagy esetleg hozzátartozó rokon el tud jönni érte, és ki tudja váltani az időseknek a gyógyszert. Tolna megye kisebb településeinek vezetői mind arra törekednek, hogy néhány egyszerű higiéniás szabály betartásával és a megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen lassítsák az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést.